17.000 négyzetméter, 300 kiállító, ma kezdődött és 4 napig tart a Farmer Expo. Óriási az érdeklődés, a stadion showra már csak néhány száz jegy maradt. Csúszdabajnokság, csak nem 150-en csobbantak az akvatikumban. Jó estét kívánok, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a Napszemle. Ma augusztus 17-e péntek van, azonnal mondjuk a legfrissebb híreket. Megnyitotta kapuit a Farmer Expo. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán 4 napig várják az agrárium iránt érdeklődőket. A rendezvényt kiállítások, fajta bemutatók és szakmai konferenciák színesítik. Az expón részt vett Nagy István agrárminiszter is, aki a technológiai fejlesztések szükségességére hívta fel a figyelmet. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországon az aszály hatalmas kihívást jelent majd a következő években, amire fel kell készülni. 17.000 négyzetméteren 300 kiállító, korszerű technológiák, agrárinnovációk és szakmai bemutatók. Ezt kínálja a ma megkezdődött Farmer Expo. A megnyitón Vaszkó László, a vásár igazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy már 27. alkalommal láthatják vendégül az agrárium iránt érdeklődőket. Az expo sikerét mutatja az is, hogy mindig jelentős üzleteket sikerül itt tető alá hozni. Büszke vagyok arra, hogy Debrecen egy olyan helyszínné tudott válni 27 év alatt, ahol az augusztus utolsó hétvégére az agrárium fontos szereplői összeseregelnek, egy kicsit megbeszélni azt, hogy merre is tart a világ, és átnézni azt, hogy hol is tartunk. Pap László polgármester a város egyik legnívósabb szakmai rendezvényének nevezte a Farmer Expót, hozzátette, az elmúlt években Debrecen jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül, amivel munkahelyek ezrei jönnek létre, de azt le kell szögezni, hogy a mezőgazdaság, az élelmiszeripar egyáltalán nem lett kevésbé fontosabb. A polgármester kérte az agrárminiszter támogatását abban is, hogy a 30.000 hektár hajdúhátsági földeket érintő cívakva vízgazdálkodási programot minél hamarabb valósítsák meg. A város továbbra is elkötelezett az agrárium fejlődése, fejlesztése mellett. Ezért is tartom nagyon fontosnak itt is elmondani, hogy a hajdúhátsági területek a megye termőföld területeinek vízgazdálkodásával kapcsolatos programot azt folyamatosan felszínen kell tartani. A rendezvényen részt vett Nagy István agrárminiszter, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy a versenyképesség javításához elengedhetetlen a technológiai fejlesztés. Debreceni egyetemi kutatók adataira hivatkozva az aszályt nevezte a legnagyobb veszélyforrásnak. A miniszter kiemelte, a felszín feletti vizekből jelenleg 80.000 hektárt öntöznek az országban, miközben a meglévő csatornák 200.000 hektár öntözését tennék lehetővé. Hadd jelentsem be itt önöknek, a kormány döntött, a Derecskei főcsatorna beruházás gyakorlatilag napokon belül indulhat, a kormány biztosította hozzá a forrást, tehát ez már meg tud valósulni, ez is egy jelentős vízügyi, vízirányítási lehetőséget tud nyújtani itt a térségben. Így jelentette be Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, hogy a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében összegyűlt gabonából augusztus 20-án kisütik a magyarok kenyerét, amit minden megyébe és határon túli magyar területre eljuttatnak. Magyarországon messze elmarad a nyúlhús fogyasztás az európai átlagtól. A kormány ezért tavaly népszerűsítő kampányt indított, aminek eredményeként egy év alatt 6%-kal nőtt a hazai kereslet. A fogyasztás ösztönző akció ma a Farmer Expón folytatódott. Mesterszakácsok sütöttek nyúlcombot ma délután a Farmer Expón, így népszerűsítették az alacsony zsírtartalmú nyúlhúst. Ebből Magyarországon az egyfőre eső átlagos fogyasztás évente 20 dekagram. Az európai átlag ennek a tízszerese. Nagy István agrárminiszter a helyszínen tartott tájékoztatóján arról beszélt, hogy a kormány tavaly indította el a nyúlhús fogyasztás ösztönző kampányt. Ennek célja, hogy a jelenlegi éves fogyasztás legalább megduplázódjon. Nincs egészségesebb hús, mint a nyúlhús. Ha egyetlen egy érvet megengednek nekem, amivel győzködni szeretném a fogyasztókat, az az, hogy semmilyen allergén anyagot nem tartalmaz. Nem véletlenül a BB ételekbe ez az egy hús az, ami biztosan garantáltan belekerülhet.
A tárcavezető azt mondta, szeretnék elérni, hogy minél több háztáji gazdálkodásban tartsanak nyulat is a baromfi és a sertés mellett. Juráskó Róbert, a nyúl szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke hozzátette, bár itthon alig fogy a nyúlhús, a hazánkban levágott állatok minősége kiváló, ezért külföldön nagyra a kereslet. Európában Magyarország az egyik legnagyobb exportőr. Mintegy 75-80 ezer anyával termelünk nagyüzemi körülmények között, a legmodernebb állatjóléti állatvédelmi előírásoknak megfelelően vágónyulat, mintegy 4,5 millió darabot állítunk elő, amelynek 98%-a európai országokba kerül ki, és az a pici kis 2% kerül ide a hazai fogyasztóhoz. A Farmer Expo jótékonykodott is a nyúltermék tanács. A szervezet 150 kiló húst ajánlott fel a debreceni karitatív testületnek. Az adomány értéke csaknem 500 000 forint. A debreceni karitatív testület 450 ezer forinti nyúlhúst kapott ajándékba adományként, és nagyon szépen köszönjük a felajánlást. A debreceni rászoruló családoknak fogjuk eljutatni, azoknak a családoknak, akiket a karitatív testület gondozásában tartunk. A Farmer Expo-n helyi és Debrecen környéki nyúltenyésztők is vannak a kiállítók között. Több mint 26 kilométer hosszan újítják fel a 48-as számú főút Debrecen és Nyírábrány közötti szakaszát. A következő években több csomópontban megerősítik és kiszélesítik a burkolatot. A teljes útfejlesztés több mint 13 milliárd forintba kerül. Vámos Pécs legforgalmasabb útja a Kossuth és a Nagy utcai kereszteződés. A jelzőlámpás csomópont része a 48-as számú főút belterületi szakaszának. Naponta több ezer jármű halad át rajta, így nem csoda, hogy az évek alatt megkopott az aszfalt réteg. Minden nap itt járok, de nem egy olyan jó közlekedni rajta egy ilyen rosszabb minőségi köves úton. Szerintem. Egy most megjelent kormányrendelet szerint azonban hamarosan felújítják az érintett szakaszt. Vámospércsen ezen kívül a nyírvízi csatorna feletti hidat is korszerűsítik. A több mint másfél kilométeres szakaszt több mint 600 millió forintból fejlesztik. A helyiek szerint a beruházás fontos a város jövője szempontjából. Ha az utak jobbak, szerintem jobban jönnek a vállalkozók és a beruházók. Szerintem nagyon jó, hogy ezt az utakat csinálják. Jobb a közlekedés, jobbak az útviszonyok, tehát szerintem minden jó. A 48-as számú főút több helyen is megújul Debrecen és Nyírábrány között, egészen a határig. A több mint 26 kilométeres szakaszon egyebek mellett felújítják a bagaméri csomópontot, illetve két nyírábrányi szakaszt is. A beruházásra a növekvő gépjármű és határforgalom miatt van szükség. A beruházás során 11,5 tonnás burkolat megerősítés kerül végrehajtásra, és ezen belül még 5 csomópont átépítése is meg fog történni. Jármű osztályozós csomópontot alakítunk ki majd 5 helyen, és ezt teszi majd lehetővé, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni a megerősített útszakaszokon a közlekedők. Korábban szó volt róla, hogy Debrecen belterületén 4 sávosra szélesítik a kivezető szakaszt, de ezt a mostani beruházás nem tartalmazza. Az útkorszerűsítés 2018 utolsó negyedévében kezdődik, és várhatóan 2021 márciusára készül el. Már csak néhány száz jegy maradt a nagyszabású stadion showra. Minden eddiginél nagyobb az érdeklődés az idei virágkarnevál iránt, ezért a biztonságra is fokozott figyelmet fordítanak a hatóságok. A katasztrófavédelem és a rendőrség összehangolt munkával készül a rendezvényre. A mai tájékoztatón az is elhangzott, hogy most először nem 20-án ér véget a karneváli hét, másnap ugyanis ismét táncol a város. Gyakorlatilag megtelt a város. Nem lehet szállást találni Debrecenben is, szinte a környéken sem. Idén is rengetegen kíváncsiak a virágkarnevára. Komolai Szabolcs alpolgármester a mai tájékoztatón azt mondta, minden eddiginél gyorsabban fogytak a jegyek a stadion showra. Aki még látni szeretné a grandiózus esti műsort, annak sietnie kell, ugyanis a 20 ezer jegyből már csak néhány száz vár gazdára. Aki mégis lemaradna, annak sem kell aggódnia. Éppen ezért 21-én este egy újabb rövid felvonulás lesz, ami a Debreceni megyeházától a Kossuth térig tart, ahol felvonulnak a virágkocsik, kivételez alól azok, amelyek átmennek Nagyváradon, az az 5 kocsi, és természetesen azok a csoportok is fellépnek, akik még nem utaztak haza és itt maradnak Debrecenbe. Ez egy záró akkordja lesz a karneválnak. A katasztrófavédelem és a rendőrség közösen készül a rendezvényre. Uzonyi Attila, a debreceni rendőrkapitányság vezetője elmondta, a menetútvonalon és a stadion környékén, illetve az egyetem téren is biztosítják a rendet. Az ezredes felhívta a figyelmet, hogy a parkolás szabályai változnak a karnevál idejére.
Mindenképpen azt szeretném kérni a Debrecen lakosságától, hogy ne a megszokottak szerint parkoljon, hanem ott, ahol aktuálisan a Virágkarnevál menetútvonalát nem zavarja. A rendőrség azt javasolja, hogy a hosszú hét végén a Kölcsei Központ, a Halköz, illetve a város egyéb mély garázsaiban parkoljanak az autóval érkezők. Több helyen megállni és várakozni tilos táblát fognak kihelyezni. A megváltozott közlekedési rend részletei megtalálhatóak a rendőrség honlapján és a dehír.hu hírportálon is. Sakmat. Egy fiatal debreceni tehetség is be fog mutatkozni augusztus 20-án. A 11 éves Strand Dávid a 49. debreceni virágkarnevál alkalmából egy nem mindennapi sakk meccsen fog részt venni. 49 asztalos szimultánt adok Pintér József nagymesterrel, gyerekek és felnőttek is lesznek vegyesen, és remélem, hogy 20 táblát meg tudok nyerni, és nem fogok kikapni. Dávid több órán át játszik majd 49 ellenfelével egyszerre, de nem csak a játszma lesz hosszú. Kedden a világ legnagyobb parázson sült kürtős kalácsát is elkészítik majd a Kossuth téren. Az idei karnevál tehát nem csak biztonságos, de minden eddiginél színesebb és illatosabb lesz. Már Androidon és iOS-en is elérhető az új debreceni programok alkalmazás. Ezen az aktuális városi eseményekről lehet tájékozódni. Látványos kiadvány segíti a virágkarnevára érkezőket, hogy egyetlen számukra érdekes eseményről sem maradjanak le. Akik viszont nem tudták beszerezni a nyomtatott ajánlót, bármikor letölthetik a Debrecen App mobiltelefonos alkalmazást. Az applikáció összegyűjti a városban zajló rendezvényeket, emellett éttermeket és szálláshelyeket is ajánl a városba érkezőknek. Akik nem ismerősek Debrecenben, azokat el is navigálja az alkalmazás a választott helyszínekre. Angol nyelven is van, tehát az ide látogató turistáknak is egy olyan programfüzetet tudunk mondani, vagy mutatni, ami a város szempontjából kulcskérdés, hiszen Debrecen városa a színességével, a program kínálatával tud kitűnni a többi város közül, és ezzel az applikációval ezt be tudjuk mutatni real time-ba. Megdőlt a Mikepércsi csárdás rekordja. Délután a Kossuth téren 330 táncos mutatta be egyszerre Béres András legsikeresebb koreográfiáját. A Mikepércsi csárdás 1950-ben készült a neves néprajz tudós gyűjtései alapján. Az első rekordot 2009-ben Mikepércsen 318 táncossal állították fel, ez dőlt most meg Debrecenben. A 330 résztvevő Kelet-Magyarország 12 településéről érkezett, de jöttek táncosok Hollandiából és Lengyelországból is. A rekordot nem véletlenül a karneváli héten tartották, hiszen Béres András volt az egyik megalapítója a debreceni virágkarnevának. A neves tudós idén lenne 90 éves. Debrecennek Béres András egy nagyon fontos személyisége volt, a debreceni kultúrának egyik meghatározó alakja. Ő volt az, aki megalapította 60 esztendővel ezelőtt, több mint 60 esztendővel ezelőtt a debreceni népi együttest. Neki köszönhetjük, hogy tulajdonképpen ezek a szép táncok megöröklődtek, mi mai napig tanítják és tanulják őket. Így a Mikepércsi csárdás is az ő gyűjtéséből alakult ki. Családi délelőttöt tartottak ma a debreceni református kollégium nagykönyvtárában. A látogatók többek között azt is megtudhatnák, hogyan készülnek a könyvek. Először a nagymúltú könyvtár díszes könyvkötéseit bemutató kiállítást nézhették meg a vendégek. Itt igazi különleges darabokat, ritkasságokat is láthattak, például ezt a különleges ezüst kötést. A kézműves foglalkozáson pedig kipróbálhatták a könyvkötés fogásait is. A szervezők a múzeumpedagógiai elemek mellé egy csipetnyi irodalmat is csempésztek. A program célja népszerűsíteni a könyvtárat. Szeretnénk egy olyan klisével szembe menni, hogy a könyvtár régi poros könyvek gyűjteménye, amihez csak a válogatottaknak, a kutatóknak, olyanoknak van közük, akik szakmailag foglalkoznak vele. A mi könyvtárunkban nagyon sok kortárs, irodalom és tudomány is megtalálható. Országos csúszda bajnokság helyszíne volt az Aquaticum Mediterrán élményfürdő. A mostani 9. vizes csobbanáson mintegy 150-en versenyeztek, gyerekek és felnőttek egyaránt. A leggyorsabbak a nap végén a dicsőség mellé értékes nyereményeket is kaptak. Egymás után csobbantak a versenyzők. A vizes vetélkedőre Zöld Petra már nem először nevezett be. Tavaly a legkisebbek kategóriájában ő volt a legjobb. Hetedjére voltunk itt, de még csak tavaly előtt versenyeztem először, és akkor tavaly is, meg idén is, meg jövőre is, meg így. A leggyorsabb lesz a bajnok. Ezen a két csúszdán, a citromsárgán és a narancssárgán is le kellett csúszni. Az itt szerzett részidők összeadódnak, és ez alapján dől el, ki lesz a győztes.
9 kategóriában 148 versenyző csúszott, a legkisebbek 26, a felnőttek pedig 21 másodperc alatt értek a medencébe. Kiváló családi program, hiszen csoportban is lehet versenyezni. A szülők csúszhatnak a gyerekekkel, a felnőttek pedig vegyes párosban is indulhatnak. Nagyon jó a hangulat, és igazából időjárás független, bár most ugye kint is jó idő van, de itt nem csalódunk soha. Az országos csúszdabajnokság szervezője azt mondta, a verseny a férfiak körében a legnépszerűbb. Ami nagyon érdekes, tavaly is így volt, nem a gyerekeknél legnagyobb a létszám, hanem az adrenalin függő felnőtt férfiaknál ebben a csoportban indulnak a legtöbben, illetve abban a családi kategóriában, ahol a férfiak a gyerekekkel együtt csúszhatnak. A divízió igazgató hozzátette, jövőre is megrendezik a bajnokságot. A jubileumra egy kis extrával is készülnek, de hogy mivel, az még titok. Hírműsorunkat látták, friss információkkal, hírekkel legközelebb vasárnap este 7 órakor jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!